Monsieur Günther! Monsieur Günther! Qu'est-ce que joue Delacroix? Ott van. Megtaláltuk. Kopf. Kopf. Ő itt Sándor, egy amatőr természetkedvelő áporkáról. Virágboltját évtizedek óta üzemelteti. Mellette a festésben, természetjárásban, állatok megfigyelésében leli örömét. Filmünk Sándor egy korásti sétájáról szól, mely különös eseménnyel ért véget. Azóta Sándor csak a kiválasztottakkal beszél. Tegnap a kocsmában találkoztam Sándorral. Azt mondta, hogy mikor éjjel futott, egyszer csak megijedt valamit ő, mert nagyon hirtelen előbukkant valami a bűzből. Tehát olyan volt, mint mikor manifestálódik a bűz. És egyszer csak ott volt előtte. Valami. Azt mondta Sándor, valami. Így mondta valami. És elillant. A bűz nem csak ő maga. És aztán elszaladt valami a irányba, be a falu központba, és ottan a hirdető tábla mögött eltűnt. Vette a kamera, mert a fején volt, mindig abban fut. Érdekes ez a Sanyi gyerek, kamerával a fején fut. Otthon meg lejátsza, hogy merre ment, és így került a képbe a borsz. Mondta, nagyon büdös volt, majdnem elájult tőle. Lehet, hogy el is ájult. Stábunkkal felkerestük Günther Weiss-t, a Volker Schwarz-díjas halbiológust, aki egy kísértetiesen hasonló bűzös állatnyomában van épp a Macskák szigetén. Expedition started! Az általunk megfigyelt lény rendkívül intelligens, a szaga viszont borzalmas. Fészkét a termőföldek és ipari parkok mentén alakítja ki, a sűrű ajnövényzetben, ezért nagyon nehéz megfigyelni őt. Hangos csörtetéséről, messziről felismerhető, de a szaga miatt megközelítése nagyon veszélyes. Hirdető táblánál kapott egy olyan sokkot, hogy megnémult. Volt orvosnál is, STK-ban, én vittem be Sanyit. Mondták, nyente, már nem fog beszélni, azt mondták. Pszichológus mondta, ennek a Sanyinak annyi. Nehéz ez így. András és Günther hamar megtalálták a közös hangot, de a közös nyelvben nem vagyunk biztosak. Ha iszik, mindig franciául beszél. Ez van. Deja vu érzés. Ha én iszok, én is mindig magyarul beszél. Mielőtt Günterrel és csapatával tartanánk, térjünk vissza Magyarországra, az ELTE alaksori laboratóriumába, ahol alig néhány hete látott munkához dr. Zombor. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mit láthatott Sándor. Mephitis mephitis, azaz striped skunk. Egy felnőtt ember méretét is eléri, állítólag kábeleket, meg műanyag hulladékot is rágcsál. Sándor is valószínűleg ezzel a mephitis-mephitisszel találkozhatott. Minden bizonyja. Előről egy átlagos rágcsáló képét veszi fel, nem is lenne gond a test többi részével se, azonban a hátul található bűzmirigyeiből kilövellő
felhő segítségével riasztja el áldozatait. Alig, hanem a veszély valós, tudja ezt Günther is, aki mielőtt kollégáját kiküldeni a terepre, alaposan felkészíti az esetleges borz támadásra. Hier kommt der Borz rein und aber der zu... Das dampft. Je nachdem. Von ganz nah. Ja, eine kleine Nachtmusik. Ja, gibt. Wie heißt der? Deine Haare Torsumborz und das alles. Und für die Haare gut, aber auch zum Betäuben von kleinen Tieren. Torsumborz. Noch die Saison. Uff, uff. Ole, ole. Da füllt. Etwa. Na, merci. Qu'est-ce que je joue? La fini? Au revoir. Nein, nein, nein. Kopf. Kopf? Nein, nein. Csodálkozom, hogy nem láttuk meg a borzot. Gyanítom, el kéne küldeni, és annyit futni a fején a kamerával, akkor lehet, hogy a borza szereti. Azt kéne, nem itt mászkálni, keresni a borzot, hogy hello, borz, hol vagy, borz? Hát nem fog jönni. Hát tudom, hát nem fog jönni. Itt a kábel, amit kitépelt. Nézd meg, itt van. Akartam mondani, hogy pont a helyiek elmenekültek, mert állítólag ennek a borznak van valami szaga, vagy illata. Megkeressük. Muszáj lesz előkeríteni. És már rövidre zárjuk ezt a történetet. Hát nem fog jönni. Pedig én franciául is mondtam, hogy az idő borz, de nem jött. Sajnos a kutató utunk a vége felé közelített. Azonban Sándor megmenekülésének története gömbvillámszerűen terjedt el a közösségi médiában. Ez persze nem meglepő módon megosztotta az embereket. A borszkeptikusok szerint Sándor rókát láthatott. Véleményük szerint ez az egész borsztori egy kitaláció, csak elterelés. Valójában a párás idő miatt a környékbeli komposztáló és vegyi üzemektől volt büdös, de így van ez már évtizedek óta. Mások szerint nem csak hogy hihető, hanem videófelvételekkel is bizonyítható a lény létezése. Ezt a videót az expedíció jó hangulatú záróestéjén kapta meg Bandi. Vajon manipulált felvételeket láthatunk? Das ist kein Schwein, das ist ein... Schweine? Nein, 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 Schwein. Jeden Tag, wenn mein Nachbar nach Hause kommt, auf allen Vieren. Nachbar. Az üzemtöletét bejártuk a kollégáimmal, átfogó fizikai, kémiai és biológiai vizsgálatokat végeztünk, hogy a szaghatás semmiképpen nem az üzemből származik. Tehát olyan volt, mint mikor manifesztálódik a bűz, és egyszer csak ott volt előtte valami,